Lejárt az üzemorvos, nem egyszer. Lejárt az üzemorvosim, mennem kellett vizsgálatra. Félfelől elhanyagolt kedves asszisztensnő, romjaiban is csinos, kedves Loki néni, mind a kettő totál kedvetlen. Na, majd én feldobom a hangulatot. Kezdődik a vizsgálat. Pólót lepezén a doktornő, leveszem, befeszítek. Értékelik a próbálkozásomat, egy pillanatra még valami izomzatot is rám képzelnek. Doktornő mögém kerül, rám teszi a hallgatózót. Hangos, juhúú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 
hiányzott az előjáték. Legalább egy kuszikát kaphatnék. Hát, hogy ne. Huncogén visszafogottat, újra próbálkozik. Markomat számmelévetével elfütyülök egy mávszignált, és bemondom a vonat érkezését a hatos vágányra. Asszisztest hölgy határozott érdeklődéssel néz rám. Rákacsintok, közben kapok egy finom kockost. Nem hallom a tüdejét. Átvált a tartigyelbe. Szeliden megtaszít, úgy hülye gyereket a körhinta. Jön előről is, emeli a tappancsot. Na, a szívverésével ne vicceljen. Fennek, de azért mosatok. Miért? Mert az fontos. Ha otthon hagytam, az kizárólag? Az. Oké. Amúgy van bármi gond a szívével? Sokszoros porrátörés számít. Nevetnek már mind a ketten. Oldódik a hangulat. Helyes. Pólót vissza, jön a látásvizsgálat. Nem mondom, hogy a táblát is alig látom, nem hagyja számokat. 13 év mikroszkóp alatt bizony megeszi a szemet. Persze, lebukok, fel kell tennem a vezetéshez való szemüvegemet. A cégnél használja? Nem. Miért nem? Higgy el, ezeket inkább jobb nem látni. Mindenkinek így a jó. Mesélek egy-két hirtelen sztorit. Azt hiszik, hogy csak a van fantázia dolgozik bennem. Pedig sajnos nem. Leültetnek, vérnyomás. Hű, ez egy kicsit magas. Mennyire? Nem, mint a Himalája. Az a kedvenc fózom. Mi? A Himalája. Doktornő csendesen magával, hogy próbálnám röhögni. Fontos munkaköre? Oktató. Üzemi? Nem, nem, én csak gyakokkal foglalkozom. Ja, akkor ez a vérnyomás teljesen normális. Tud valamit. Tüdeje jól dolgozik? Csókolom. A múlt héten belefújtam a pikaságébe, kiegyenesedett a szarva. Hát maga aztán nem semmi. Biztos nagy csajozókér. Hát most hatféle válaszom lenne betöltve, aztán bevallom, hogy én csak szájhős vagyok, 20 éve egy asszony boldogítok. Még meg is lettem kísérve. Prostata? Prostamával együtt üdvözlik. Vizelet gondol? Ó, csókolom. Ha én belegondoltok a konnektorba, pakson visszafelé forog a turbina. Látom, hogy elképzeli. Kapok egy kis poharat? Tényleg csullantani kell. Persze a fácsága folyó gondostak ad ki. Gyere már, főtök is, ugye csak pisilünk.